Üdvözletem! Ez itt a Horrorscope. A Beyond Darkness című filmről szeretnék nektek beszélni. Akit érdekelne, az tartson is velem. Beyond Darkness. Na most akkor kezdeném is, hogy erről a filmről mit kellene tudni. Már csak azért is, hogy hát ha valakinek felkelti az érdeklődését, meg hogy nagyjából azért helyre tegyem ezt a filmet. Tehát ezt a filmet Claudio Fragasso rendezte, aki például csináltam videót az a The Other Hell című apácás horrorról is, azt is ő készítette, illetve például a Monster Dog című valamennyire vérfarkasos filmet Alice Cooperrel. Ő csinálta, és ezt még a Troll második rész előtt csinálta. Ugye a Troll 2-t sokan a világ legrosszabb filmjének tartják, ez szerintem messze nem az, hanem egy nagyon kis szórakozható, szerethető kis bugyut a film. Na és az a kis srác, aki a Troll 2-ben volt, ugyanúgy szerepel ebbe a filmbe, akárcsak a Troll 2-ben. És ugye ez a kis srác később, hát ugye természetesen felnőtt, és csinált ugye egy dokumentumfilmet a Troll 2-ről, aminek az a címe, hogy The Worst Best Movie, vagy valami ilyesmi, tehát a legrosszabb, legjobb film. És ugye abban a filmben érdekes, hogy végig csak a Troll 2-ről van szó, erről a filmről egy kukkot sem beszél a kisfiú. Én nem tudom, hogy miért, nekem ez annyira fura, hogy azt a filmet azért kivesézik, mert minden szereplőt ugye megtalálnak, meg ott a kisfiú elmondta ugye abban a dokumentumfilmben, egy nagyon jó dokumentumfilm, egy díjnyertes, mert minden. De hogy erről egy szót nem ejt, például, hogy ugyanúgy szerepelt előtt egy Fragasso filmbe, tehát hogy ennyit se említ meg abba a dokumentumfilmbe. Viszont lehet, hogy azért, mert még a Troll 2 egy ilyen elképesztően bugyuta, de nagyon szórakoztató film, ami tele van ilyen látványosan nagy butaságokkal, addig ez a film messze menőkig nem azt mondom, hogy precízebb, de sokkal inkább a helyén vannak a dolgok, annak ellenére, hogy ennek is van egy kis ilyen cheesy tónusa. Na és akkor hát ki is térnék úgy nagyjából erre az egészre. Tehát végül is egy papról szól, akinek ugye családja van, és akkor beköltöznek egy házba. Na most ebben a házban ugye furcsa dolgok történnek. Ugyanis úgy kezdődik a film, aminek a van egy kis ilyen ördögűző beütése elég sűrűn a filmnek, hogy van egy másik, egy idősebb pap, és akkor ugye halálsorra megy egy nő, aki gyerekeket gyilkolt meg. És viszik halálsorra ezt a nőt, és az a pap közben vallatja. És ez a nő, aki egyébként boszorkánysággal is meg van vádolva, meg van ilyen képessége is, nem mondja, hogy vissza fog térni. És maga ugye, hogy ez a nő, akit visznek a halálsorra, hogyan artikulál, ahogyan ő eljátsza, hogy milyen kemény. Itt ugye gondolom angolul beszélt egy olasz színész, valószínűleg nagyon artikuláltan mondja el a mondani valóját, úgy kicsit egy elmosolyogtató, de mégis jó a hangulat, mégis egy picit ijesztő. De azért fura, tehát ezt mondom, hogy a Fragassót sokan ugye leírják, ugye, hogy mennyire rossz rendező, meg ugye sokszor volt ugye vannak olyan megnyilvánulásai a rendezőnek, a Claudio Fragassónak, amik eléggé kellemetlenek, de igazából azért, mert őt ilyen helyzetbe hozzák, hogy mindenkinek egyből azzal jön, jaj, te csináltad a világ legrosszabb filmje, jaj, de rossz ez, jaj, de rossz az. És persze benne is benne van az, hogy sokszor ugye mondta, ugye, hogy forgatta a filmet, hogy jó lesz az úgy, csak hogy haladjanak tovább, ugye. De ez mind köszönhető ugye a producereknek, köszönhető ugye a költségvetési hiánynak, nem csak annak, hogy valaki mondjuk kutyaütő. Mert egyébként szerintem a Fragasso kapott volna x millió dollárt, egy jó forgatókönyvet, amit nem ő írt volna meg, mert igazából mondok valamit, ott van egy híres rendező, mint a James Cameron vagy a Brian De Palma, hogy nekik ugye megírják a forgatókönyveket, mert kiváló rendezők, tudják, hogyan rendezzenek meg egy filmet, hogyan helyezzék el a kamerát, de nem kell azzal törődniük, hogy megírják mondjuk a párbeszédeket, hogy azok hitelesek is legyenek, hanem más ugye megírja nekik. De még Fragassónak minden szinte egyedül kell csinálni, még a párbeszéd, mindent ő írt a forgatókönyveket. Sokszor ugye is meg is látszik rajta rá, hogy olasz, és nem tökéletesen beszél az angolt, és sokszor ő kellett, hogy angolra átfordítsa azokat a párbeszédeket, szótáraztak ugye a feleségével, a Rosella Drudival.
Hogy nagyon érdekes. És mi lett volna, hogy az ember, ő is, meg a mestere, úgymond a Bruno Mattei, ugye kapnak sok-sok-sok pénzt, és azt mondják nekik, hogy nem egy hetük van egy filmet leforgatni, hanem van mondjuk 3-4 hónap. Ütemtervszerűen valaki megtervezi nekik, tényleg, hogy hogyan, hogy milyen jelenetet forgatnak le, nem az, hogy egész nap pörög a kamera és amit tudna felvesznek, hogy milyen filmeket tudtak volna csinálni. Ugyanis szerintem ez a film egyébként ez egy jó példája annak, hogy látszik, hogy helyenként ugye el lett kapkodva, ugye, tehát rengeteg kis butus dolog van a filmben, de mégis jó hangulata van, és szerintem itt látszik egyébként, hogy a Fragassónak megvan a tehetsége, csak se a pénz, se az idő nem áll neki soha rendelkezésére. Tehát sajnos már nem is igazán fog szerintem, mert Olaszországban ugye a filmipar az nem igazán működik megfelelően, már évtizedek óta maga a horror az meg végképp nem. És na igen, és akkor van ez a papa, aki beköltözik ugye a házba a családjával, hogy ez a kisrác és a Troll 2-ben van, és hát ott fura dolgok kezdenek el történni, gondolok itt arra, hogy már első éjszaka beköltöznek, és a kisfiú, a kislány megy a házba, és egy lyuk tátong a falon, és abból ilyen erős levegő árad, és nagyon nagy fény ugye jön ki a falból, ami elég ijesztő szerintem, és a kislány azt mondja, hogy ez olyan, mint hogyha a haját szárítaná, mint egy hajszárító lenne. Tehát akkor így néztem, mondom, semmi köze nincs a hajszárító, ez nagy lyuk tátong ott a falban, meg nagyon nagy fény, jó, ez fúj ki a szél, nem azt mondom, de nem éppen egy hajszárítóhoz hasonlítottam volna az egész jelenetet. Akkor ugye maga ez a gonosz ház, ugye ez már nagyon ilyen Amityville-es egyébként. Egyébként a filmet Louisiana-ba forgatták, ahol például Fulcsia the Beyond című filmét. Ezért mondom, hogy a filmnek az atmoszférája már azért is jó, van egy ilyen sajátos hangulata ennek a helységnek. És akkor van benne az ördögűző, hát ugye akkor a gyerekből ugye próbálja kiördözni a gonosz démon. Akkor van egy kis poltergeist is ugye benne, de hát ugye Fragassóhoz mindig innen-onnan csípkedett, ami éppen kedvére ugye esett meg, ahogyan úgy érezte, hogy ez úgy jó lesz. És ebben a filmben is ez azért látszik. De nem, tehát jól tudta, tehát bedobt egy turmixgébe ezeket a dolgokat, és kihozott belőle valamit, aminek ilyen sajátos hangulata van. Maguk egyébként az effektek, meg a maszkok, amik vannak a filmben szerintem, költségvetéshez képest nagyon jó. Tehát vannak sokkal nagyobb költségvetésű filmek, gondolok például itt a 976 Evil-re, és szerintem ebben a filmben jobbak az effektek, mint abban, pedig ezt Robert Englund rendezte. És állítom, az jóval több, sőt 100%, hogy lehet ennek a filmnek a 10-szereséből készült, ha nem több, és ebben mégis jobban. Majd belefektettek ugye valamennyi energiát, meg ugye amit próbáltak ugye csinálni, látszik, hogy egy-két effekt amúgy, hogy egyszerűen van megcsinálva, de jól néz ki. Tehát úgy meglepően jó dolgok vannak ebbe a filmben. Színészek, hát na, ott színészek terén azért ott egy kicsikét döcögős a film, de annyira rossznak se mondanám, tehát úgy összességében ezt a filmet. És hát úgy nagyjából én ennyit mondtam volna egyébként erről a filmről, hogy ezt nemrég vettem meg egyébként 88 Films Amerikából, Angliából. Van rajta kettő kis dokumentumfilm, az egyik a film zeneszerzőjével, aki szintúgy a Troll 2-nél csinálta a zenéjét. Érdekes dolgokat mond el a rendezőről Fragassóról. Sokszor nekem úgy körvonalazódik, hogy a Fragassó egyébként oda tud csípni az embereknek, hogy van egy ilyen sajátos természete, ami kicsit ilyen kekeckedős, hogy hogy mondjam. De én nekem mégis szimpatikus, valahogy szimpatikus az ember, főleg interjúkat ad. Meg nekem úgy tetszik, hogy sokszor ő például egy szintre helyezi magát Argentóval, ami azért nagyon kemény. Szóval, hogy így jót szoktam mosolyogni, mert van róla egy jó történet, amit a Vex Mask című filmmel kapcsolatban mond el egy interjúban. Arra majd egyszer kitérek, hogyha csinálni akarok majd a Vex Mask-ről is egy videót egyszer. Hogy érdekes sztoriai vannak, és sokszor ilyen nagyon nagy rendezőköz hasonlítja magát, úgyhogy ami kicsit megmosolyogtató, ismerjük el, de annak ellenére én egy szerethető embernek tartom meg, és szeretem a filmjeit is. Hát ez már ugye a harmadik film, ami a csatornának készült tőle, jól emlékszem, Other Hell, Monster Dog és ugye Beyond Darkness. Egyébként Olaszországban, ahogy picikét így látszódik, La Casa 5,
tehát a La Casa 5. része lenne. Egyébként ugye Olaszországban az Evil Dead első részét hívták ugye La Casa-nak, és ugye valahogy eljutottak az 5. részig, de egyébként egy audio kommentárban is mondják, hogy hogyan. Ugye mekkoriban jól tudom, még a 3. része nem is létezett a Evil Deadnek, de eljutottak ők mégis az 5. különböző filmeket is ugye beletettek ebbe a szériába. Úgy, aki szereti a cheesy, kicsit butuska, de mégis hangulatos olasz horrorfilmeket, ne várjatok Argento szintet, ne várjatok Lucio Fulcit, Sergio Martinót, Umberto Lenzit, sőt még Ruggero Deodato se. De mégis ez egy szórakoztató kis film. Ha láttad a filmet, érdekelne a véleményed a komment szekcióban, vagy ha láttál akármilyen filmet Fragassótól, hogy mi a véleményed róla, hogy neked mennyire szórakoztató. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és a következő videóig is béke!